Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb zsalendert, és végre elhoztam a kérdezz feleleket, amit itt Mistfálba fogok ezen a gyönyörű helyen megcsinálni. Próbáltam nagyon sok kérdést összegyűjteni, és nem ismételve összerakni őket. Akinek esetleg a kérdésére nem válaszolok, az írja le újra ide kommentben, és meg fogom válaszolni kommentben, szóval nem videóban. De hát akkor vágjunk is bele! Nem fogok így névvel együtt mondani kérdést, mert tényleg így nagyon sokan kérdeztétek ugyanazt, szóval így simán lesz a kérdés és kész. Melyik szerverem vagy? Hazy Desert-ön vagyok, mint eddig is. Tavaly Zsalendárba jöttem át, és szerintem nem is fogok átmenni az új szerverre, mert hallottam, hogy lett egy új. Melyik a kedvenc állatod? A ló és a kutya? Lesz fészkamos videód? Bocsi, ha rosszul írom. Jó, hát ez most ugye nem látjátok, szóval... De azt hiszem jól írtad. És nem lesz, mert a webkamerámmal veszem fel a hangomat, szóval ez így elég fura lenne. Milyen gépen játszol, Windows 10-es, vagy Windows 7-es, vagy más? Windows 10-en van. Mivel veszed a live-okat? OBS-sel. Milyen új fajtát hoznál be még SSO-ba? Nekem nagyon tetszene, ha lenne egy falabella, ami ugye az összes póninál kisebb lenne, és az annyira aranyos lenne. Szeretsz minket? Szeretsz videózni? Szeretlek titeket? És szeretek is videózni. Ja. Melyik a jó? Melyik a kedvenc lovad valóságban a... mit szoktam mondani live-okban? Hannoveri. A kisbéri vagy a magyar félvér? Valami ilyesmi volt. Nem tudom már igazából, de a Hannoveri, az biztosan. Mit tervezel még a jövőben a csatornán? Fú, hát ez jó kérdés amúgy. Nagyon nagy projektjeim nincsenek mostanság. Szeretném ugye most a Sims-et vinni, a Zsalendár Family-t, és ugye továbbra is live-olni, SSO-zni. Beteszed a Vidibe? Hát betettem elvileg. Milyen az álomgéped? Ezt úgy értem, mennyire erős, gamer vagy irodai, esetleg már megtaláltad? Nekem ami most van, az tökéletes, eléggé erős, szóval nagyon szeretem, fogalmam sincs amúgy, hogy milyen, mert szüleim igazából. De ha vennék magamnak például az egyetemre ugye majd laptopot veszek, akkor szerintem gamert vennék. Ha lenne rá pénzem? Ha-ha! Mit szeretnél kapni karácsonyra? Pénzt. Nem amúgy... nem is tudom. Mert most annyira nincsen szükségem semmire. Jól megvagyok, szóval... Nem tudom. Most nincsen annyira nagy kérésem. 2 évvel ezelőtt volt, hogy telefont szerettem volna, de az még jó, szóval... igen, nincs nagy kérésem. Lesz még Minecraftozás a nézőiddel, vagyis velünk? Ezt még nem tudom, mivel Minecraftra nincs időm, sőt, SSO-ra se. Szóval szerintem nagyon nem lesz, de nyári szünetben biztosan lesz. Van házi állatod? Igen, van egy kutyám, egy golden retrieverem van. Honnan jött az ötlet, hogy elkezd videózni? Szerintem úgy, hogy unatkoztam, de ezt már lehet, hogy egyik kérdezfelelekben megválaszoltam, és akkor nagyon kifejtettem, de most nem emlékszem rá, hogy akkor mit mondtam. De annyit tudok, hogy unatkoztam, és kiszerettem volna magam próbálni ebben is. Aztán, miután elkezdtem magyar gameplayeket csinálni, mert ugye előtte angol videókat csináltam, és nem volt annyira nagy nézettségem, de miután ugye elkezdtem ezt a gameplayes műfajt, nagyon megugrott a csatorna, és iszonyatosan büszke vagyok a csatornámra, és rátok is, jaj! Lesz velünk Zsalendár, például Mistfál felfedezése, edzés, szerdai frissítések. Hát mivel a Zsalendárnak már, mondjuk ki, mindjárt vége, szerintem nem lesz közös zsalendározás.
Milyen frissítést hoznál be legszívesebben? Új területet hoznék be, vagy pedig földtörténet folytatása? Mióta SSO-zol? 2014 óta, vagy 13 óta? Biztos 2013, igen, mert az egyik ismerősömmel több mint 4 éves a barátságunk, úgymond. És őt SSO-ba ismertem meg, szóval 2013-ban már rég SSO-ztam. Szóval eléggé öreg róka vagyok SSO-m. Melyik a kedvenc SSO-s lovad? Susu, az izlandim, ő. És szeretnék egy Connemarát, hogy ő is a kedvencemmé válhasson. Van kedvenc vidised? Ha igen, akkor ki az? SSO-s videóst annyira nem követek, de ilyen beauty, life, mik azok? Az ilyen vloggerek, meg az ilyen nagyon pozitív embereket követem. Leginkább amerikaiakat, mert így az angolomat is tudom fejleszteni. Magyar YouTube-ost kit követek? Hát, ez kevés. Nem tudom. Majd erről szeretnék csinálni videót, hogy kiket ajánlok nektek, kiket érdemes nézni, és kiket nem. Mivel szerkeszted a videóidat? Ez le is van írva a leírásban, és Sony Vegas Pro 13-mal. Van kedvenc zenéd? Jelenleg a kedvenc zeném... Fú! Na gyorsan ránéztem a Spotify-omra. Candy Paint Post Malone-tól, a Let Me Go, az Hailey Stein, nem tudom, hogy a kiejteni, Steinfeld, Alesso Florida, George Line is volt, és még a Meant to Be, Bebe Rexha, és ja, ezek most jelenleg a kedvenceim. Hány éves vagy? 17. Mikor lettél először Star Rider, és kit kértél meg rá, hogy megvegye? Én vettem legelőször, még titokban, és szerintem miután befejeztem a nem rideres feladatokat, szerettem volna ugye folytatni a történetet, és meg is vettem a Star Rider-t. És milyen érzés volt először Star Rider-nek lenni? Hát ezt most nem tudom felidézni, de biztos nagyon örülhettem, hogy végre tudok ugrani, meg ilyenek. Volt már olyan, hogy a karácsonyig eldugott ajándékot elkezdted keresni, megtaláltad és megnézted, mi az? Nem, én szeretem a meglepetést. Szóval, a meglepetés ereje. Tudsz oroszul? Nem, nem tudok. Én németet és angolt tanulok jelenleg az iskolában. Hihi. Milyen koncertre mennél el? Hát, nem így koncertre mennék, hanem fesztiválra, méghozzá a Voltra. És hát ugye ott mennék el igazából koncertekre. Mennyi a sub célod? Hát a feliratkozó célom, amennyi a csőn kifér. Igazából én úgy vagyok, hogy nem a feliratkozókra megyek, hanem inkább a megtekintettségre. Yep. És nagyon szeretem, amikor egy videómat nagyon sokan megnézik, és értékelik is, ezt mondjuk lájkkal, vagy kommentel, vagy ilyenek. Szóval én inkább a megnézettségre megyek. Örülsz a mostani szaboknak? Persze, hát hogy ne örülnék? Hát most átlépik a 2500-at, ami szerintem egy magyar SSO-s gameplay-es csatornának, vagyis embernek szerintem nagyon durva. Oké, hogy vannak bőven fölöttem is, de én nagyon örülök. Ki inspirált a videózáshoz? Saját magam? Így SSO-s inspiráció az nagyon nem volt meg. Inkább csak így tettem, amit szeretek, és így ennyi. Jó tanuló vagy? Szerintem igen, legalábbis szeretnék az lenni, meg az a célom, hogy felvegyenek majd az egyetemre, meg ilyenek. Mert el szeretném érni az álmomat, ami az, hogy állatorvos legyek. Szeretsz videózni? Igen, nagyon szeretek. Van lovad valóságban? Nem, nincs, de nagyon szeretnék. Csak hát az... pénz, pénz! Jársz lovagolni? Néha igen. Át fogsz menni az új szeróra? Szerintem nem, mivel nagyon jól meg vagyok itt a Hazy Desert-ön, és most nem szándékozom átmenni, de lehet, hogy egy idő után meggondolom magamat, és elmegyek az új szerverre.
A valóságban van olyan, aki Zsaninak hív. Nem, mivel a valóságban nem tudják, hogy videózom, és nem is szeretném amúgy, hogy Zsaninak hívjanak, mert annyira nem tetszik az a név, hogy élőben is úgy hívjanak. Szóval, ja. Idén is lesz lóvásárló zsalendár. Utóirat, hogyha lesz zsanettes WC papír, ahogy Zoé mondta, én is kaphatok majd. Hát, zsanettes WC papír, az még sajnos nem került forgalomba, de már intézkedem. És lóvásárlás, hát, azt szerintem most ki fog maradni a zsalendárból, de majd lesz jövőre lóvásárlás. Szerinted a Winter Whisper név mennyi, milyen lóra illik? Jaj, de tudom felolvasni ezeket a kérdéseket. Én egy fehér andalúznak képzelem el ezt a Winter Whispert. Mi a kedvenc helyed SSU-ban? Ha új feliratkozó vagy, akkor nem tudhatod, vagy ha a live-jaimat nem nézed, de ott mindig megkérdezitek, de most akkor újra elmondom, hogy nekem a kedvenc helyem az SSU-ban az a Véldél feletti kis karám, ahol a druidás edzések vannak, ahol így esnek a virágszérmak. Lesz valamilyen zsanettes tárgy, WC-papír, bögre, póló, stb.? Hát, én amúgy nagyon szeretnék ilyen mörcsöt csinálni, vagyis ilyen, hogy nevezik azt magyarul. Hello! Nem tudom, hogy nevezik magyarul, de hát most azért valljuk be, nem vagyunk annyian, hogy megérje ezt csinálni, mert legtöbben ilyen 100 000 fölött kezdik el ezeket csinálni, és hát azért a 2500 azért az... Kaphatok egy aláírást? Hát pénzért mindent. Ez egy értelmes kérdés? Na és ez? Köszi Zoé, köszi Zoé, köszi Zoé. Mi a kedvenc színed? A kék! Szia Zsani, bemondod a nevem? Daisy! Ben vagy, de ilyen bemondós neveseket nekiadjatok nagyon. Hány évesen játszottál először SSO-val? Ez most újra? Jó, hát igazából 17 éves vagyok, szóval ki tudjátok számolni, hogy 2013-ban hány éves lehettem. És akkor annyi évesem. Ha ki lehetett volna választani, hogy milyen fajta legyen az alaplovad, az új fajták is érnek, milyen fajta lett volna? Én amúgy szerintem meghagytam volna. Jó, biztos, hogy nem, de így visszagondolva, nekem az alapló az nagyon tetszett régen, amikor elkezdtem. Ha most kéne alaplóvat választanom, akkor bocsi susu, de nem arra lenne, az biztos. Amikor megveszed a lifetime-ot, akkor annak azonnal kell aktiválódnia? Igen, annak azonnal kell aktiválódnia. Szia Zsani, az lenne a kérdésem, hogy te mikor milyen lovat választanál a kedvenc szettedhez? Imádlak is csak így tovább. Köszönöm szépen! És milyen lovat választanék a kedvenc szettemhez? Hát az összeset, akiket szeretek. Miért Zsanett az SSO-s neved, amikor Szandra vagy? Azért, mert a Zsanett régen nekem nagyon tetszett, és nem szerettem volna az igazi nevemet használni, mert akkor még csak Alexandra volt, és az nem tetszett így az SSO-s karakternek. Szóval, jobb, Zsanett lettem, mert az tetszett. Milyen videó felvevőd van? Ez is benn van a leírásban, de felepszel, veszem fel a videókat. És az utolsó kérdéshez elérkeztünk. Mi az a három dolog, amit te behoznál az SSO-ba, és mi az, amit kiszednél belőle? Három dolog, amit behoznék. Új terület, főtörténet és a falabella. És amit kiszednék belőle, az Jarlheim, mert nekem nem tetszik. Mit szednék ki? Hú. Ez amúgy nehéz. Melyik lovakat nem szeretem? Ó, a svéd lovakat nem szeretem. És még melyik lovakat nem szeretem? Jaj. Jaj, melyik? Ja, meg a frizzt is kiszedném, mert nekem az se nagyon tetszik. Vagy nem, vagy... Jó, mondjuk nem azt mondom, hogy utálom a frizeket, mert végül is vettem egy freeze sportlovat, de az még mindig másabb, mint a freeze. Szóval így most nem tudom, hogy mit szednék ki. Na mindegy. Szóval körülbelül megválasztottam a kérdést.
És akkor köszönöm szépen, ha megnéztétek ezt a videót, és a következő Zsalendárban találkozunk, addig is, sziasztok!